Sziasztok! Sziasztok profit faktorosok! Kigyűjtöttem nektek a szerintem legpotenciálisabb Cardano projekteket, valamint ennek a videónak a végén megmutatom, hogy a Zenik tokent hogy tudjátok bányászni, illetve magán a zafircom belül hogy tudjátok megvenni a bányászati kapacitásokat. De ugorjunk is bele a projektekbe. Egyes számú projekt, Uh -huh. na így, jó? Én ezt kis kapcsolom, na, leveszem innen, mert nem kellek én ide. Egyes számú projekt, Sunday Swap. A Sunday Swap volt az első, amiről már beszéltünk, meg hallottunk már hónapokkal ezelőtt, elhalasztották az indulást, viszont most indul a Cardano szeptember 12-én, ez egy biztos befutó lehet szerintem, viszont úgy tudtok csak előre tokent vásárolni, hogyha Cardano-t a Sunday Swap oldalon a Joroi Valettal. De ez egy nagyon jó kis swap oldal lesz, szerintem simán olyan lesz, mint a Pancake Binance Smart A kettes projekt, amit mutatni akartam, és már nagyon sokan ismeritek, és már lehet kapni is a tokenjét az x en ez az ADAX. Az ADAX egy szintén egy decentralizált swap oldal, de, de ERC20 tokeneket is lehet migrálni kárdánóra ezen, ezen a nagyon szép letisztult felületen keresztül. Nagyon, ez nekem az egyik kedvenc projektem. Itt vannak a fázisok, hogy, hogy gondolják megvalósítani ezeket a dolgokat egyébként, tehát van egy ilyen roadmap, természetesen elérhető a a csapat is, tehát ezek egyik se kamu projekt, ezek mind nagyon komoly fejlesztések, amik alig várják, hogy a Cardano Network elinduljon, és legtöbbjük indulni is fog. Hogy az ADAX egyből azonnal indul-e, ezt nem tudjuk, de nagyon szépen megy fölfele az ára a tokennek, érdemes szerintem még most is beszállni. A következő az Ergodex, ez megint egy decentralizált váltó, gyakorlatilag egy oldalláncot hoz létre, és hogyha valami nem úgy sülne el, mondjuk kárdánón, ahogy kell, akkor úgymond egy ilyen parkolópályára, egy ilyen leállósávra lehet tenni a, a, projektet, és lehet korrigálni dolgokat. Tehát nagyon jó technológiát fejlesztenek, itt is itt ismert az egész csapat, úgyhogy szerintem szuper. Na és a következő, amitől a hátam borsózik, képzeld el, hogyha Facebook vagy Instagram, vagy ö, valamilyen ö, TV szolgáltató, tehát konkrét decentralizált TV lenne a kárdánon. Na ez a SOMI. A SOMI az gyakorlatilag egy decentralizált Facebook ö, körüli dolog lesz, de még tévét is indítanak rajta. Úgyhogy ez szerintem egy brutális projekt lesz, nem tudom, nem emlékszem, hogy a tokenjük kint van-e már, de ez mindenképpen szerintem az, ez egy nagyon-nagyon jó, hosszú távú projekt lesz. Aztán nézzük a következőt, NFT-világa, Ártánó. Az Ártánónak van le, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a legkomolyabb közössége, és itt NFT-ket lehet gyakorlatilag, tehát ez egy, ez egy NFT közösség nagyon-nagyon lerövidítve. Azt mondja, hogy nézzünk, ja igen, és akkor itt egyébként lehet létrehozni is NFT-ket, be is lehet hozni őket itt az Artaminten Arta keresztül. A következő projekt a Card Starter, ez egy token launchpad biztosítással gyakorlatilag, ennek is nézetek utána, ugye itt vannak feature tokenek, Euh, NFT-k Szerintem, szerintem Marha jól össze van rakva ez a projekt Így hogy nézegettem meg a, a Grafikáját Zseniális zseniális. Egyikbe sem megyek bele nagyon Mert akkor nagyon-nagyon hosszú lenne ez a videó Inkább meg akarom mutatni nektek Hogy mik a leg uh, mi, csak, csak, csak az ötletként a honlapokat Megmutatom és bele és Beleti hogy melyik tetszik uh, Cardstarter ez egy. Ez is egy ilyen. Bocsánat, nem jól mondtam. Áj, visszakossz. Az NFT jó, ez, ez, a, ez a legnagyobb NFT közösség. Az, ami elette volt az Ártánó, ez is egy NFT oldal, de a CNFT. Ó, már biztos hülyének nézett az, aki figyelt rendesen. Aki meg nem figyelt rendesen, az meg most figyeljen. A Cardano-on az NFT, a CNFT, jó, a CNFT az gyakorlatilag a Cardano NFT-nek a rövidítése. Ez a legnagyobb NFT közösség a ilyen pillanatban a kárdánon, és ide be tudtok hozni NFT-ket is, és értékesíteni is tudjátok, de egy jó 10.000 dollár fölötti ö, forgalomnál már KYC-t kell csinálni. A következő a biztosításos di, amit mondtam nektek, tehát egy olyan projekt ö, launchpad, a, aminek, ami gyakorlatilag biztosítással van összekötve, egy, egy, ö, egy jó kis kombó. Aztán a Liquid, ami gyakorlatilag egy kölcsönző oldal, nagyon populárisak a kölcsönző oldalak, a Kárdánónak ez lesz egy applikációja erre a projektre, aztán jön a nagy kedvencem, a MetaZero, ami szintén Kárdánon fut, de ez egy brutális fejlesztés, ehhez találtok is linket egyébként a videó alatt, ez gyakorlatilag egy olyan telefon, ahol csak az fogja hallgatni a beszélgetést, akit fölhívtál. Teljesen belső fejlesztés, minden harmadik féltől származó applikációtól mentes. Ö, egyedül, akinek nincs ilyen telefonja, az csak úgy tud felhívni, hogyha telegramja vagy szignálja van, semmi, ja meg a joroi valetot fogja támogatni, ö, de ezeket is mind egy ilyen ö, plusz burkon belül az, a saját, uh, saját LTL hálózaton fog futni a szimkártya, nincs hozzá telefonszám, nem tudják lehallgatni, egyszerűen eszméletlen projekt. Aztán a következő az a ADA, ami szintén egy ilyen decentralizált uh, kölcsönadósdi, ezek nagyon populárisak, ezek az oldalak, uh, ez egy másik fejlesztés, uh, nagyon hasonló az előzőhöz, majd meglátjuk, hogy ki lesz a befutó. Ugye itt is itt van a team, meg lehet nézni őket, hogy kik fejlesztik, kik vannak a, az élvonalába ennek a cégnek, és végül, de nem utolsó sorban az Okkulta Novellia, ami pedig egy marhajó játék, egy ilyen, hát ilyen, ilyen gótikus, tudjátok, ilyen horroros, mindenféle NFT-k vannak ezen is fönn, ez szerintem marha jól össze van rakva ez a weboldal, nézzétek meg, nem tudom, hogy kin van-e már a tokenjük, vagy hogy működik, a, hogy lehet-e már befektetni, de ez egy jó kis, van itt egy ilyen NFT pool is, szerintem fantasztikus. És akkor most pedig bevágom nektek, hogy ha szeretnétek bányászni zeniket, ami a jövő egyik nagy tokenja lesz az arab emírségekbe, gyakorlatilag DeFi, tehát decentralizált finance-el van kapcsolatban, akkor az a kapcsolatban van egy komplett ismertető videóm is, azt majd beteszem ide fölülre, de magát a csomagvásárlásról pedig most következik egy videó. Sziasztok! Meg szeretném mutatni, hogy kell csomagot vásárolni hazaférban. Ehhez kell, hogy legyen a valettotokban valamilyen kriptovaluta, aminek az euró megfelelőjét ott látjátok, és hogyha lementek a shopba, akkor ki fogja dobni ahhoz az összeghez a legközelebb álló csomagot itt a tetején, tehát nekem például ez egy 250 eurós csomag. Rányomok a Buy Now gombra, elfogadom a, az ajánlatot, rányomok, hogy oké, okay, és gyakorlatilag megvásároltam, tehát látjátok, hogy a balansból le is ment, és hogyha lemegyek a Zenik Hubsba, akkor ott meg is kell, hogy jelenjen, így van, meg is jelent, még nem csatlakoztatták rá a kapacitásomat a központra, viszont az előzőnél már látszik a teljesítmény, úgyhogy most van egy 1.16-od és egy 1.8-ad hábom euh, külön-külön vásároltam, és így lehet fölfelé gyalogolni szépen, hogy a végén akár több egész habnyi zenik coin verdében is részt vegyünk. Úgyhogy ennyi lett volna, sziasztok, találkozunk a következő videóban.